fedő le van kötve, automata ki van lőve. Van füllentyű középen. 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 Középen, hajts ki. Nagyon jó. Ja. És oda van írva, hogy itt vigyázz, ide van írva. Nyisd ki a két. Hát ez ennyi gelér. Tehát nem római négy, hanem irányváltó. Kinyitod a füllentyűt, kinyitod a füllentyűt. Áhá. Hát van itt az ergonómia, kérem. Na, szóval sok itt megint. Na gyerekek, itt mennyit a kérdés? Milyen irányba vagyunk? Balra, balra. Balra irányba vagyunk. Ez az aljány. Jobbra zár, A irány, alta zár, B irány. Figyeljétek, megműködtetek. A távolról, óvatosan. Most már most jön az ív. Hát, nincs ív. Most jön az oltás, figyeljetek. Amúgy sincs ív. Nagyon érez az ajtócsukás, hallod? Nem jött. Hát, nincs a kirányzatot. Jó, én ezt értem, de hát akkor is. Aha. Igen. Beirány. Aha. Egy kicsit gyorsabban megy neki mindenki. Aha. Beirány. Jó. Ugye megegyezni a két irányt, hogy hát rá. Az már mindegy, megyünk, nem érdekel. Kapsz egy villáskulcsot, felteltük le. Nem, először csak mozgass kézzel. Külső tengelyének, kérdez az oldal táblát. Nem, nem kell, ne mondjuk. Itt van, látjátok milyen kicsi hely van? Mm-hmm. Igen, nem kell, de látod milyen kicsi hely van. Hát tényleg jó kérdés. Ilyen kicsi villáskulcsa. Tessék, várulnak. Nincs ez a probléma, téged is meg. Jó, tovább, ne nyom. Aha, még megy. Jó, ez a... Ez az A irány. Még ez az A irány. Ez az A. Ez a B. Jó. Csavar ki a csavar. Tedd vissza a másik helyzetet. Oké, okay. Itt ezt a csavar, csavar ki. Nézd meg! Igen. Jó, hogy azt a büdös nevét. Csak úgy tudod alulról találkozni. Kezedre vigyázz. Melyik irányú csavar? Arra. Arra. Le kéne megnyitni a csavar. Hát most így neki tudta, hogy így volt. Hát igen, meg így. Kifele tekerem a csavart. Maga. Ja, a mongol menetet. Hát a maga baj, hogy elmozdul. Igen, elmozdul, mert pont arra. Hogy a henger van kár. Nem kis nagyon lőni a hadsereget, tekszünk ezt. 140 centis Mickey egér, hajnali 3-kor, mert alvással van. Nem csinálják, de a fedelek figyellek. Majd megfelel. Igen, mindig meg kell nézni, hogy nyitva van, vagy zárva van, mert kitámasztolja, ott van bal. Na, meneten vagy féken van. Tényleg csak ott azt mondja, hogy ő... Gyerekek, féken, mindjárt mondom. Igen, nem, hogy féken van. Féken van, a két rövid bal alul is közül. Igen. Meg amúgy jól, nem tudom, hogy megállgálni. Igen. Gyorsan akarok meg. Máshol nem is. Na, figyeljétek meg, működtetek. Ahol szeretem nem. Elit, ne nyugkálj! Ez a végig közelebb lett volna. Igen, csak az irányú betiket. Egy párra. Egy ugyan párra, igen. Öt van ott, meg négy. Hosszó! Na, látom, hogy hosszú. Nem. Most de? Nem. Hozzá már tudod. Most jó? Nem, ez valamilyen megfelelő. Valóban. Nem akarál bármi. Gyere, nézd meg. Érdekes, hogy olyan jó, pirosan. Az egy kicsit. Jó, meleg. Hát pillanat kapcsolással, itt így van. Na, látszik el. Hát ne, picit. Ne, picit. Ne, kérjük el. Ez a menetem volna. Hm? Menet. Menet. Szalag volt. Biztos, hogy menet, mert két hosszú. Szemmel álljatok, szemmel. És hosszan gyorsítunk, röviden állunk meg. Hosszan gyorsítunk, így van. Menet. Hosszú a megálló távolság. Hát, sokkal hosszú benne.
Aha. Nézzétek meg, ha kezedbe veszed, vedd a kezedbe, a másik bal kezedbe. Másik bal kezedbe. Ja. Ha jobbra kapcsolok, akkor mened, ha balra kapcsolok, fék. Jobbra takarnak a gyenge áramú érintkezők, hosszú érintkezőket látok, mert ugye ez a vezérlő rész, a fejrész. Meneten vagyok. Megfogom Teddát fékre. Ütközésig. Jó. Most vagyok féke. Balra takarnak a gyenge áramú érintők. Mit látok? Rövid, hosszú, rövid. Hát röviden állok meg. Mert egy megálló távolság 4-500 méter, a fék távolság meg 30. Hát attól, hogy a húzó tudod. Egy jó ipari vezető, hát jön a porfeldő. Húzod ajtó ki, kérem, hogy ezek az ajtók zárodnak, zárva vannak, itt is voltunk. Hogy akarsz te kimenni a telelőtnál? Eltelénél, azt nem lehet kimenni. Nem, mert most nem jól vállalt a program. Jó, tehát ez akkor a menetfék henger, és miről ismered meg, hogy mi nincs a tetején? Selejtező tárcsa. Két oldalt itt, ahol én fogom, ebben vannak húzó mágnesek. De ezeket hogy működtetjük? 24 volt. Hogy működtetjük? Csak pillanat. Pillanatkapcsolással, távvezérléssel, húzó mágnesek segítségével. Mikor áll át menetre? Hát, hogyha a menetre kapcsolok már. Tehát előkészítőben. Előkészítőbe kapcsolok. Meddig lesz a henger meneten? Ameddig fék egy, vesző, vagy valamelyik fékfokozatra. Mert úgy van kialakítva, hogy menetre átállni csak és kizárólag előkészítőn, fékre, pedig fék egy, vagy bármelyik, mert ha 30-al megyek, hova kapcsolok egyből? Többet is beteszek. Jó? Mit tartja abban az állásban a hengert, hogy nekem ez menet közben ne lengedezzen, mint egy zászló, ne lobogjon össze-vissza? Egy himba szerkezet egy rugó ellenében. Jó? Úgy az irányváltó henger méretének ugyanez? Igen. Mit nem látok itt? Ivoltást. Helyes. Ivoltást. Na, mindenki megpróbálhatja áttenni. Picit maradjatok úgy, hogy úgy álljatok. Működtető relék, ugye az MK-sok, illetve váltóállító kontaktor, K7-es előgerjesztő, színfék kontaktor, két söm, tehermentesítő és ellenállást kapcsoló kontaktor. Nektek ezt nem kell tudni. Nektek azt se kell tudni, azt tudhatod, hogy itt van a sínfék kontaktor, de mindjárt kibontjuk és látjuk, hogy nem olyan van, mint amit megnéztünk, hanem a tévéken használatos. Kinyithatod. Füllenki. Látod, ott a tévén használat. Melyik az? Ez a még szép nagy. Igen. Ott van. Hát, és meg hozzá is tudni, hogy megjárok fel az ember. De nem fúr össze?
az a két fekete, az a nylon relé, az viszi a differenciál relé elve. Ez a két gomba. Igen. Ott a két kis picit. Az MK6-os, az viszi a B menetfék henger fékre. Az ott van. Igen. De régen azért volt ez izgalmas, mert ha nekem összeforrott, akkor probléma volt. Ez meg az előgerjesztő kontaktor, ugye itt hát a kocsihol. Jó? Hát itt kellene ugrálni, de nem fornak ezek már össze, mert átva javítva. Soha nem kell vele foglalkozni, megoldódott a kérdés. Oké, megfogad. A végig is akkor ilyen valamatos állítok. Ha akart, fölállítom a járművet, megállítom. Állítsuk fel. Állíts föl. Az megy. Az megy. Az is megy. Mert ugye, kresszvizsgám van, hogy állítsa fel. Az alakadás érte 3 fogja. Hát mi oda jel elvileg? Magam. Jó? Jó? Tehát akkor kell ezt kikapcsolnom, ha nekem a szakadás kapcsolom elmozdít. Jó? És nem tudom visszaállítani. Vagy tűz van, babám, ugye? Jó? Becsukhatok. Itt a szállítás. Igen. Azért hadd menjünk. Valahogy. Na most, utána Gergő, gyere, spriccent ne felejtsd, itt van a görgős kar. Hm? Ha most látom az ablakot, nézd meg, akkor vagyok mechanikába. Ádi, igen, Ádi, tedd át automatikába. Hátra húzom, kivel, hol a kettő, adjátok oda a fülemet. Gyere, nyugodtan, amikor. Hátra húzod, hátra húzod, fordítsd el, és elcsavarom. És akkor már betűnt. Oké, oké, most a két vonal most egybe van, eltűnt. Most vagyok automatikában. Most hát, a bírjélik, a bírjélik. Igen, mindig az a legelső kocka, hogy megnézem, hogy mi vagyok. Ha nem vagyok a mechanikában, akkor átteszem. Hátra húzom, 90 fokot elfordítom, látok egy ablakot. Tessék megcsinálni. Tehát a két jelöl is egymáshoz van. Hát, hogy így kihúzod, automatikában. Ott. Most látszik az ablak, látod? És most látszik. De meg visszaforítom, ha meg ráúrik. Mert az elektrikus érzettek. Na, és csak ezt a picit kell. Igen. Most már bejárattam, hogy mindenki meg fogja csinálni. Következő, hogy ide jönni. Elálltok onnan, Itt a kilincs mű, tessék megnézni. Hova dugom a vasamat? Ledug lukba. Van egy kis bütyök. Na most ezzel a vassal, ha betettem, elsütöm a vonókészüléket. Na most ilyenkor, hogyha nem akar, de már jön az. Ja, értem, és kiugrasztottam a vonószemet. Előfordul, hát Ilona azért vágódik, persze. Most következik az a kocka, hogy elkíséred az Ádámot. Menj vele! Egy kis tőlelet. Igen. Az a felső. Az a felsője. Nagyon fontos, hogy csak így kívülről fog, mert egyébként kérek 5 sört, meg 3 új visszavarvást. Jó? Gellértként egyik kesztyűt odaadod az Ádámnak. Ádám fogod. Ezzel megfogod, de így csak kívülről. A felső része legyen a vonókészülék felső síkjával egyet.
kezdi húzni, figyeljétek meg, hogy fordul a kapcsoló szív, fordul a kapcsoló szív, és amikor fordul a kapcsoló szív, utána be tudja tenni. Jó, még egy kicsit, még kell, még mindig kell. Jó, hát ugye visszaugrik. Még nem ugrik vissza. Még nem tudta be a... Még húzzad, még mindig szűk a hely. Most lesz jó. És enged vissza. Most benne van a közbeszéd, most jön a közdarab, hol a közdarab? Anna, mivel a vonókészülék van lent, az van alul és beforgatja. Aha. És hafasz. Látszik, te ezt már gyakoroltad. Hát jó, hát ő... Nekem itt valaki tátrás. Ő tátrás. Aha. És akkor még mindig nincs elvégezve, mert a vonókészülék rögzítve van. Nem mielőtt a rögzítését megoldanám, ő már ügyes volt, mert hozta a toldó csöve. Ugyanis ha legugoltok, ott van a csillagkerék. Igen. Jó, és a csillagkerék hajtásával lehet emelni, vagy süllyeszteni. Fogd meg, Laci, told rá, és akkor tekered, akkor emeled, vagy süllyeszted. Kekedetik, hogy fölfele fog menni. Most fölfele jön. Hoppa. Jó, egy boka mínusz. Kapik el, hogy lefele. Jó, szerintem kicsit. Hát ez csak az, hogy a legyen. Ne verje szét a kocsi. Ez a... Na jó, biztos, hogy nem volt balkása, mert fókálós vagyok. Visszarögzítitek a vonókészüléket. Kivesztük a csatlószöget. És más is lesz. Kiforgatom. Ezt kell emelni. Tehát ebbe az irányba kell tekerni. De amikor tekerem, visszarögzítem, mert utána beesel és fejbe velem az arra. Petike, csatlakozz. Most fogja a csatlakozni. Most a fogom van. Á, még tekerheted nyugodtan. Még tekerheted. Ugye mi hamar leugrik? A test volt, ugye? Ez nem jó, csőm, mondja. Nem. Nagy aluk. Egyszerűbb lenne egy kisebbet elverni. Oké, várjál meg a lájam. Az is egy megoldás, hogy egy picit megemeled, akkor könnyebben alá tekered. Jó. Nagyjából meget húz ki. Jó. És akkor most következik, hogy gyere be lassan. Álljatok ki. És jöjjön. Álljatok ki. Valaki, te is például! Jó, állj meg!
Viszont egy témakörről kell beszélnünk, méghozzá arról, hogy mi az a villamos rövid zárféke. Általános jármű szerkezetből tanultátok, három dolog kell hozzá, fiú, lány, ágy. Igen. Akkor egy lehet villamos rövid zárfék, amikor a sínfék. Villamos rövid zárfék. Három rövid zárfék. Kell hozzá két villamos. Meg egy ágy. Na? Ahhoz, hogy el tudjam tolni, egyszer fönn kell oldani a rögzítőszéket. Az a legkevesebb. De kellene ide még valami. Ha vagyok most, hogy próbált tenni nekem hátvére, hogy így jöttem egyben valami. Nagyon egyszerű. Na, menjetek innen egy kicsit. De, igen. Látom, igen. A menetfékhenger féken van, és a jármű mozgásban legyen. A három közül bármelyiket eltörlöd, a jelenség is eltörlöd. Uh-huh. Most figyeljétek meg! Tehát elég, ha csak kivettem a izét. Könnyebb? Annyi van, hogy abban az irányba át lett tőle? Minden. Három közül bármelyiken megtűnt. Nullába kapcsolok, mi történik. Nullába meg úgy van a székhengerem. Tehát te nullába kapcsolok, mi történik. Kérjét a földölét. Nem, de ugye itt a fejlődik. Mert nullába kapcsolok. Az irányváltott nullába? Sem. Hát bejön a rögzítőszék. Hát bejön a rögzítőszék, nem bírom tolni. Jó, hát az a lényeg, ezt le fogjuk írni,
hogy a villamos rövidzártéknek három feltétele van, hogy a irányváltó haladás irányba ellentétesen áll a menetfékhenger, féken van és a jármű mozgásban van. A három közül bármelyiket eltörlöm, a jelenség is eltörlöm. Nem, most úgy hallottam, hogy ugye átállítottad az irányváltót abba az irányba, de ugyanúgy féken maradt. Így van. Jó? Na. Oké, rögzítem, és akkor szét lehet csatolni. Na, gyerekek. Azt kell csinálni, hogy alulról a szemüveget kiütögeted. Köszönöm, ne lőd azért. Na, figyeld! Most próbálják úgy. Emeld már meg, emeld már meg, jó asszony! A szé! A nem lassz! A szé nem lassz! De a füllentjüken. Nem, még lazítom. És lazítani. Teker. Úgy. Most lesz, hogy próbáld meg. Most még tőle ki fog jönni. Szerintem most menjünk a tesszük. Most lesz. Most látok el, hogy meglazít. Jó? Na, jó. És akkor az átmenet. Várjál, akkor rögzítem most, mert nehogy itt a panikónak valami baja legyen. Jó, Anikó, hát csak pintja.